Köszöntöm nézőinket! Ma Széchenyi Sándorral, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató területi igazgatójával beszélgetünk. Sándor, köszönöm, hogy elfogadta a felkérésünket. Én köszönöm a lehetőséget, mindig nagy örömmel nyilatkozunk meg az önök médiájában, és fontosnak tartjuk azt, hogy mindig többet ismertessük a munkánkról, a terveinkről, a céljainkról. Elsősorban azzal kezdenék, hogy meséljen egy kicsit magáról, milyen út vezetett egészen a gyermekvédelemig. Én alapvetően pedagógus végzettségű vagyok, és szerettem tanítani, elkezdtem ezt a munkát. 1998-ban hívott a gyermekvédelem a területére, azóta dolgozom ezen a területen, gyermekotthon vezetőként, és azóta vagyok kapcsolatban a Szent Ágotával is gyakorlatilag. És volt szerencsém több részét megnézni, megtapasztalni a gyermekvédelmi szakellátásnak, tegyes igazgatóként, gyermekvédelmi központ vezetőjeként, gyámhivatal vezetőként ráláthattam ennek a hatósági munkájára részére, és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság munkatársaként volt egy rálátásom az országos helyzetre, és hát most pedig a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatónál látom ezt a feladatot, felelősségvállalást. Ha jól tudom, az elmúlt időszakban bekövetkezett egy szemléletváltás, és a gyerekek már nem nagy létszámú intézetekbe kerülnek. Így van. A gyökeres változást az 1997. évi 31-es törvény jelentette, amelyettől elindult egy nagy változás a gyermekvédelmi szakellátás területén. Nevezetesen a gyermekeink ma már többségében családi környezetben nevelőszülőknél nevelkednek, illetve nagy létszámú gyermekotthonokat kiváltották kisebb létszámú gyermekotthonokba, illetve lakásotthonokba. Emellett a szerkezeti, szervezeti változás mellett azt gondolom szemléletbeli változás is történt. Én a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatóról tudok ilyen mértékben hitelesen beszélni, de annak egészen fontos a gyermeki létnek a kezelése, mi gyermekre ajándékként tekintünk, és nem problémára. És nyilván olyan szakmai elveink vannak, amiről talán még a későbbiekben lesz szó. Tehát a szemléletváltás etéren is elindult nálunk is, és hát bízunk benne, hogy a többi szolgáltatónál is. A mi esetünkben 13 megyében vagyunk jelen, a Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltató mindegy 6500 gyermeknek és fiatalnak tud az országban lehetőséget biztosítani családpótló vagy ahhoz közeli ellátásként. Tolna megyében 350 gyermekünk, fiatalunk van, és 120 nevelőszülő az, aki ebben a munkában segít bennünket. Szerintem nagyon fontos lenne arról beszélni, vagyis hát elmondani, hogy mi is a különbség, hogyha valaki nevelőszülő, és hogyha valaki örökbefogad egy gyermeket. Köszönöm a kérdést, mert ezen a területen elég sok olyan téma van, ami a közvéleményben, a köztudatban téves információ. Többek között a nevelőszülőség és az örökbefogadó szülé lét is. Az örökbefogadásnak a folyamatának az a célja, hogy azok a gyermekek, akik örökbeadhatóvá válnak, azok találjanak egy olyan szerető családot, aki az örökbefogadással egy szerint rokoni kapcsolat létesül az örökbefogadó szülők és annak rokonai között. Tehát egy végleges sorsrendezését jelent az örökbefogadás a gyermekek életében. A nevelőszülőség pedig arról szól, hogy amikor a család a funkcióját nem tudja betölteni, és a hatóság a gyermeket a családból kiemelés nevelőszülőnél helyezi el, akkor a nevelőszülőnek arra kell vállalkoznia, arra vállalkozik, hogy a gyermek életében egy átmeneti segítséget nyújtson, egy átmeneti állapot. Az átmeneti állapot lehet, hogy egy hónapról szól, lehet, hogy 5 évről, és lehet, hogy nagykorúságig, vagy akár még azután is segíti a gyermeket. Ez a két alapvető különbség. Aztán vannak még egyéb tévhitek is ebben a körben. Sokszor vagy időnként előfordul, hogy a nevelőszülők milyen sok pénzt kapnak a gyerekek ellátására. Ezt is el kell, hogy osztassam, hiszen aki erre gondolkodik, az tévedni fog, hiszen megvan egy állami jogszabályi kötelezettség, hogy mennyi a nevelőszülő saját díjazása, mennyi a gyermekük után járó különböző jogcímen kapott nevelési díjak, amit rá kell költeni. És azt kell, hogy mondjam, hogy sajnos a mostani inflációt is tekintve ezek az összegek azért nem olyan túl nagyok, tehát csak ezért nyilván a nevelőszülők nem tudják és nem fogják vállalni. Ehhez több kell egy más szív és lélek, ami emellé még teszi azt, hogy vállalják más gyerekét. Az egyébként megvan szabva, hogy valakihez hány gyerek kerülhet?
természetesen jogszabály elírás van, ahogy mennyit gyermeket láthat el egy nevelőszülő, saját gyerekével együtt vagy anélkül. Ez egy meghatározott forma, hiszen szeretnénk azt elérni, és a jogszab is ezt támasztja alá, hogy minden gyerek a kellő szükségletének megfelelő ellátást kapja meg az adott nevelőszülőnél. Hogy lehet valaki nevelőszülő? Bármely 24 évet betöltött magyar állampolgár jelentkezhet nevelőszülőnek. Természetesen ennek megvannak a feltételei, mind tárgyi feltételei, mind személyi feltételei. A kiválasztás jelentkezéstől kezdve a kiválasztási folyamaton keresztül egy protokollja van ennek a folyamatnak, megvannak a jogszabályi követelmények, hogy minek kell megfelelni, és aki a jelentkezéstől kezdve a képzésen túl véget ér és működés engedélyt kap, úgy lehet belőle nevelőszülő. De azt gondolom, hogy ezen feltételek mellett a másik legfontosabb feltétel, hogy milyen nevelőszülőket keresünk, akik jó emberek. Akik kitárják a szívüket, lelküket és az ajtajukat a világ felé, hiszen aki nevelőszülőséget vállal, annak vállalnia kell azt is, hogy bizony szakemberek fogják meglátogatni, és többen fognak megfordulni a házába, mint egyébként, ha ezt nem tenni. Tehát mi jó embereket keresünk, akik szívvel, lélekkel ellátják a más gyermekét, és szükség van is rájuk, hiszen a nevelőszülőknek egy része, vagy a kora miatt, vagy az egészség állapota miatt ezt a nemes hivatást egy idő után be fogja fejezni, abba fogja hagyni, és bizony vannak gyerkőcök, akik keresnek családot maguknak, vagy szeretnének családba kerülni, ezért nagyon fontos lenne az, hogy aki a hivatás iránt érdeklődik, akkor keressen meg bennünket, akár itt a Rákóczi utca 29 szám alatti irodaépületünkben, akár a honlapunkon tájékoztatást nyújtunk erről. Vannak képzések, vagy továbbképzés esetleg? Igen. Egyrészt, amikor valaki a nevelőszülőséget választja, akkor ennek van egy képzési folyamata, amelyet szakemberek, illetve gyakorló nevelőszülők folytatnak le, és hát itt rögtön már testközelből olyan tapasztalatot tudnak megosztani a jelentkezőkkel, a képzésen résztvevőkkel, ami minden napokban is előfordulhat, és amikor a nevelőszülői tevékenységet folytatja, tehát működés engedélye rendelkezik, és gyermekek vannak elhelyezve nála, akkor vannak kötelező továbbképzések, amelyeken részt kell venni. Nyilván azokat a témákat veszik ezeken a képzéseken elő, ami a nevelőszülő nagyon nagyobb részét foglalkoztatja, ami az adott időszakot megelőzően problémát jelentetett, és segítünk ezekben feldolgozni, hogy hogyan kell ezeket kezelni. Mik a tapasztalatok a nevelőszülők részéről, mik a visszajelzések? Én azt gondolom, hogy nagyon sok nevelőszülő van a Szentágotánál és az országban is, és nyilván vannak olyan jelzések is, aki valamilyen oknál fogva nem biztos, hogy tudja ezt a tevékenységet hosszú távon folytatni. De ami a sokkal több és nagyobb számú a visszajelzés az, hogyha valaki megtapasztalja ennek a hivatásnak a szépségét, akkor hosszú távon a munkatársunk lesz. Hiszen többféle motivációval jelentkeznek hozzánk nevelőszülők, és legtöbb esetben az a visszajelzés jön, hogy ez egy boldogság, egy öröm, hogyha egy gyerek zsivaj, egy gyerek kacaj tölti meg a házat esetleg, amikor már a saját gyerekek kirepültek. Vagy amikor a nevelt gyermekek megnőttek és kirepültek a nevelőszülőtől, majd az ő gyerekeikkel visszajárnak és anyának, apának szólítják, vagy nagyinak a nevelőszülőt, na az igazi boldogság, hogy megérte ezt a munkát végezni. Térjünk át egy kicsit a gyerekekre. Ők milyen úton kerülnek a nevelőszülőkhöz? A gyermekek alapvető célja és elve, hogy a gyermek a családban nevelkedjen és nőjön fel. Amikor a család ezt az alapvető funkcióját nem tudja teljesíteni, akkor lép be a képbe a gyermekvédelmi hatóság, a gyámhivatal, az alapellátás, és hogyha az alapellátás a saját csak és eszközeivel ezt a családot nem tudja oly mértékben megsegíteni, hogy ezt a funkciót ellássa, akkor a gyermekeket ki kell emelni a családból, ennek nyilván többféle oka lehet, elhanyagolás, akár bántalmazás vagy egyéb. És akkor a hatóság intézkedéssel kerülnek a gyermekek nevelőszüleinkhez, vagy adott esetben lakásotthonba. Hogyan tudnak, hát ők ugye traumatizált gyerekek, vagy bizonyossággal traumát éltek át, hogyan tudnak rajtuk segíteni? Minden gyermek, amelyik családjából kikerül, traumákon és nehéz életeseményeken keresztül megy át. A szakmai programunk egyik kiemelt célja az, tudatosan építve a megelőző programunkra, hogy ezeket a traumákat, ezeket a nehézségeket nekünk kezelni kell, gyógyítanunk kell.
és nyilván a szakmai program hangsúlyt helyez arra, hogy amikor megérkezik a gyerek, akkor hogyan várunk rá, hogyan illesztjük be a családba, hogyan próbáljuk ezeket az életeseményeket segíteni. Nagyon fontos nálunk a személyre szabott fejlesztésnek az elve. Tehát mindenki megérkezik, akkor megnézzük, hogy milyen állapotban van, és hogyan tudjuk szép lassan fejleszteni. Azt tudjuk, és azt látjuk, hogy a családból kiemelt gyermekek nagyon sokszor több bizalmi vesztésen keresztül esnek át. Az a célunk, feladatunk, hogy éreztessük velük, és megtapasztaltassuk, hogy igenis van bízni valakiben, fogadják el a felék árad a bizalmat, és ők is fogadják magukba azokat, akik körülöttük vannak. Tehát nagyon sok ilyen feladat van, és a bekerülő gyerekekkel nyilván ezt megtesszük a szakmai stábunk segítségével. Erre is kiterjed egyébként a képzés? Tehát a nevelőszülőket erre is felkészítik? Természetesen, hiszen az a célunk, hogy amikor ezt vállalják, akkor lássák ennek a munkának a nehézségeit is, hiszen nem titkol dolog az, hogy a gyermekeinknek a része, amikor bekerül, azokból a problémákból nyilván adódik egy ilyen magatartás probléma is adott esetben, de vannak pszichológusaink, fejlesztőpedagógusaink, akik a nevelőszülő mögött állnak, hogyha kell, akkor segítséget nyújtanak. Az a célunk, hogy azt érezzék a nevelőszülők, hogy nincsenek egyedül adott probléma kezelésében. Mindig van, akihez fordulhatnak, alapvetően nevelőszülői tanácsadó, aki a legfőbb segítője a családnak, és az említett segítőkör pedig körbeveszi a nevelőszülőinket is. Említette, hogy már elidősödnek egy kicsit a nevelőszülők, szükség lenne az utánpótlásra? Így van. A nevelőszülők egy része nyugdíjkorhát elfele közeledik, vagy azt elérte, és hát a jól megérdemelt pihenést fogja választani. És hát nagyon sok gyermeket látunk, akik keresnénk a családot, ezért egy nagy toborzási akciónk van, szinte folyamatosan nyilván a mi feladatunk, a Szent Ágota megteszi ebben a dolgát, és hát más működtetőket is ez a probléma terheli. Tehát az a célunk, hogy minél több helyen, minél több formában tájékoztassuk a közönséget, a nyilvánosságot, hogy szükség van nevelőszülőkre. Várjuk azokat a hangsúlyozom jó embereket, akik megfelelnek az adott feltételeknek, hogy nyissák ki az ajtójukat, a szívüket a gyerekeink előtt, mert szükség van rájuk, és örömmel vesszük, hogyha jelentkeznek. Milyen félelmek lehetnek, amiért ilyen kevesen jelentkeznek? Tehát, hogy biztos megvan a jó oldala, de megvan a rossz, a nehéz oldala is. Aki ezt vállalja, amellett, hogy amit említettem, hogy sokkal nyitottabbá válik egy család, hiszen kitárulkozik, ki kell tárulkozni a szakemberek előtt. Nyilván azon gyermekek, akik a családok kerülnek, problémákat hordoznak maguk után, és vannak ilyen félelmek, hogy tudok-e azokkal a gyermekekkel bánni, hogyan tudom majd azokat a problémákat kezelni. Nyilván van egy ilyen félelem, és hát ha valaki nevelőszülőségét vállal, akkor ez egy élethivatás, tehát egészen másképp kell az életét élni. Nyilván ha adott esetben egy-két-három gyermeket vállal, akkor nyugodtan fieti tovább a hivatását, a munkáját, de már valaki több gyermeket fogad, akkor lehet, hogy fel kell adni a hivatását, hiszen teljes embert kíván a gyerekek ellátásához. Nyilván ez mérlegelés kérdését jelenti minden esetben, aki ezt a gondolatot felveti magában. Mindenkit szereti megnyugtatni, hogy minden variációra megvan a megoldás. Mi úgy dolgozunk, hogy a gyerekeknek keresünk családot, szerető családot. És nyilván, hogyha felmerül egy gyereknek az elhelyezésének a szükségessége, akkor megnézzük, hogy melyik család az, aki őt jobban be tudná illeszteni abba a közösségbe, és nyilván a nevelőszülővel együtt döntjük el ezt a kérdést, hogy valóban a gyermeknek az a család a legmegfelelőbb. Vannak olyan tapasztalatok egyébként, hogy aki nevelőszülőnél nőtt fel, esetleg ő is tovább visz, és esetleg ő is majd a jövőben, vagy hát amikor felnő, ő is nevelőszülővé váljon? Igen, hála az énnek vannak ilyen tapasztalatok. Nyilván nem az általános és mindenkinél, de szerencsére vannak ilyen tapasztalataink, hogy tovább viszik ezt a hivatást. Mi a célja a szervezetnek? A legfőbb célja? Hát azt gondolom, hogy ha egy ilyen általános célt mondhatnék, akkor az mindenképpen fontos, hogy a gyerekeink kapcsán mi az, amit szeretnénk a társadalom felé közvetíteni. Egyik ilyen nagyon fontos gondolat, hogy a mi gyerekeink ugyanolyan gyermekek, mint bárki más a sorstársaik közül. Ugyanúgy járnak iskolába, ugyanolyan érzésekkel vannak, mint bárki más, és azt szeretnénk, hogyha a társadalom részéről az elfogadottság növekedne, ahol a nevelőszülők megjelennek a gyermekeinkkel. Ugyanúgy
foglalkozzanak velük, és ugyanúgy kezeljük, mint bárki másnak a gyermekét. Ne érje őket semmilyen diszkrimináció, sem iskolában, sem egyéb szervezeteken, és a nevelőszülők pedig büszkén vállalhassák a nevelőszülőségüket, hiszen ők sok gyereknek tudnak esélyt adni. A másik nagyon fontos gondolat gyermekeink vonatkozásában, hogy szeretnénk velük megértetni, elfogadtatni, megtapasztaltatni, hogy ők képesek arra, amit kitűznek célként. Nagyon fontos az, hogy megérezzék azt, hogy ha ők eldöntik, hogy szakmát szeretnének szerezni, akkor képesek lesznek rá. Akár egy érettségit, akár egy diplomát, vagy bármi, ami az életükben előkerül, képesek megoldani, ezt meg tudják tenni, és önálléletet fognak kezdeni. A közelebbi cél, és ami talán ennek a beszélgetésnek egyik fontos része, és köszönettel tartozunk önöknek, hogy a nevelőszülőségnek a szépségét közvetítsük, a fontosságát közvetítsük, hiszen ezek a gyerkőcök, akik nem tudnak a családban időlegesen egy darabig átmeneti állapotként élni, akkor azoknak is lehetőség legyen családban nevelkedni, és megkapják azt az esélyt, hogy teljes életet élhessenek. Ehhez viszont szükségünk van azokra a nevelőszülőkre, akik ezt a hivatást, ezt a nem könnyű, de nemes és sokszor nagyon sok szépséget is hordozó hivatást magukba meg felvállalják. Éppen múlt, nemrég volt vers és prózamondó versenyünk itt Tolna megyében, és hihetetlen jó volt látni ezt a felszabadult légkört, azokat a mosolygó arcokat, amikor a produkciót eladták a gyermekek, és a nevelőszülőknek azt a büszkeségét, ami sugárzott róluk, hogy igen, ezért érdemes volt, mert olyan gyermekek vannak náluk, akik értékesek. Igen, erre lettem volna még kíváncsi, hogy rengeteg programot szerveznek, tehát tehetségkutató, prózamondó verseny. Nyilván azt gondoljuk, hogy ezek az alkalmak arra nagyon, nagyon fontosak és nagyon jók, hogy kibontakoztassuk azt, ami bennük lakozik, egy tehetséggondozással, akár tanulás segítésével. És másik nagyon fontos dolog ezekhez a programokhoz vezető útnak a fontossága. Hiszen amikor készülnek egy versre, vagy bármilyen rendezvényre, az felkészülést igényel. Együttműködik a nevelőszülői család, készülni kell, dolgozni kell vele, tanulni kell vele, és egy hasznos időtöltés, és az ő fejlődésüket szolgálja. Köszönöm szépen, Sándor, a beszélgetést. Ennyi fért a mai műsorunkba. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!